Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, mit gondol, mi a terve? Második kérdés, hogy érzi magát? A harmadik kérdés pedig, mit fog tenni irányodva? Tehát visszatérve az első kérdésre, mi az ő gondolata, mit tervez? Itt a halak jelentik az anyagi dolgokat, tehát az ő gondolataiban megjelenik most a pénz, vagy átgondolja a dolgokat, hogyan tovább, a munkát, a hivatást illetően, de a halak jelentik a belső értékeket is, hogy ő elgondolkozik azon ki, vagy mi értékes számára, mit szeretne a birtokába venni. A második kérdés, hogyan érzi magát? Itt vannak nála bizony félelmek, vagy olyan dolgok, ami megbántotta őt, viták, veszekedések, félreértések. Az is lehet, hogy ő megbántott téged, emiatt lelkiismeret furdalása van, és majd megnézzük a harmadik kérdésnél azt, hogy mit fog tenni. Az is lehet, hogy nála vannak most fájdalmas emlékek, nem érzi jól magát. És a harmadik kérdés, mit tesz irányodba? Itt a torony jelent olyan dolgokat, ami fogva tartja őt. Lehet, hogy megbántott téged. Bocsánatot akar kérni tőled, de fogva érzi magát ebben a toronyban. Ez olyan, mint egy labirintus, itt keres egy kiútat, keres egy lehetőséget, keres egy megoldást. Az is lehet, hogy te bántottad meg őt, és ő most megsértődött, vár arra, hogy te kéri bocsánatot tőle, de te érzed magad akkor ebben a labirintusban. Ami még lehetséges, hogy nála van egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, hiszen a torony utalhat erre is, és a korbács azt jelenti, hogy valaki megbántotta, vagy kihasználta őt, és mivel a halak is megjelennek ennél a jóslásnál, ebben az esetben anyagiakról, pénzügyi dolgokról van szó. Most megtekintjük azt, hogy mi köt össze benneteket. Itt a hold energiája utal az álmokra, a vágyakra, az elképzelésekre. Azt is jelenti, hogy ő álmodik, vagy álmodozik rólad. Amit a hold még jelent, ami összeköt benneteket, ezek a mély érzelmek. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!